Hogyan növelhető egy vállalkozás hatékonysága a mesterséges intelligencia segítségével? Erről tartottak ingyenes képzést diákoknak és vállalkozóknak Csíkszeredában a Spektrum Oktatási Központban. Tehát, hogy akkor ez már nem is egy szöveg, hanem egy bináris szám. Előadás zajlik a mesterséges intelligenciáról a Csíkszeredai Spektrum Oktatási Központban. Az ingyenes képzésen a napjainkban egyre népszerűbb mesterséges intelligencia történetét ismerhették meg a résztvevők, és az előadók megpróbálták azt is körüljárni, hogy hogyan befolyásolhatja az életünket, és hogy miként hasznosíthatja egy vállalkozás a mindennapokban. A mesterséges intelligencia alapjairól beszélgetünk a fiatalokkal, erről hoztunk nekik érdekes tananyagot, videókat, arra invitáljuk őket, hogy megosztó témákról beszélgessünk, és megnézzük, hogy ezt vállalkozások formájában hogyan lehet gyakorlatban alkalmazni. Ilyen például az új lenyomat felismerés, vagy megfigyelőrendszer segítségével az útszéli kártyuk felismerése, orvosi diagnosztizálás, betegségek esetén EKG-ból megjósolni, hogy valakinek 5 év múlva cukorbetegsége lesz. A lassan 30 éve működő szervezet a Spektrum Oktatási Központ fő célkitűzése a régió fejlesztése. Ezt különféle oktatási projektek révén próbáljuk megtenni. Na most az egyik célcsoportunk a fiatal vállalkozni vágyók, vagy aktív kisvállalkozók, és számukra igyekszünk az utóbbi évtizedben különféle európai partnerekkel együttműködve folyamatosan hatékony és innovatív oktatóeszközöket behozni a térségbe. Különféle területeken, mint például a vállalkozói készségek fejlesztése, vagy akár körforgásos gazdaság, körforgásos turizmus, vállalattervezés, stb. A szervezet kézműveseknek, tanároknak, tanítóknak is rendszeresen tart képzéseket, melyek által felzárkózhatnak az egyre népszerűbb digitális világ elvárásaihoz.